Népi mesterségek elevenedtek meg a több egyére megszervezett hagyományőrző jurta és kézműves találkozón Regőjben. A rendezvény gyökerei egészen 2007-ig nyúlnak vissza, tudtuk meg a terület tulajdonosától, Ciráki Viktortól. Igazából azért nincsenek programok se, hogy az a sok barátunk, aki mindenféle hagyományőrzéssel foglalkozik, meg íjászok, meg lovasíjászok, meg mindenféle kézművesek, azok mindig valamilyen alkalommal, valami nagy fesztiválon valahol bemutatózik, vagy előadást tart, stb. Nem tudunk találkozni, nem tudunk beszélgetni, igazából nincs program. Itt az egész hosszú hétvége nekik szól, és a évente két nyílt nap, az pedig a szombati nap reggel 9-től este 6-ig, az nyitott mindenki számára, amikor meg lehet nézni a telepet ingyen és bérmentve, bárki bejöhet, van egy kézműves vásárol, mindenki megmutatja a termékeit, aki mivel foglalkozik, meg hát tudunk egymással normálisan értekezni este, meg aztán, amikor már bezárt a külső civil közönség számára a dolog, akkor meg itt a tűzhely körül van ilyen hagyományos, zenés, mesemondós, tűzkörülő alkalom. A rendezvényen a hagyományőrzők örömmel válaszoltak az érdeklődők kérdéseire, amikből nem volt hiány a nap folyamán, mondta el a Mohácsról érkezett családfő, aki kiemelte, hogy népnevelő szempontból nagyon fontos ez a rendezvény, és az ehhez hasonlóak, ahol szembesülhetünk a múltunk használati eszközeivel, ruháival és zeneivel. Attiláéknál számos középkori tárgyat szemlélhettek meg a hagyományőrző jurta és kézműves találkozó résztvevői. Hát végülis, amikor nem ordít a funkciója a formából, illetve már kikopott a divatból, akkor rákérdeznek, hogy meg ugye a mai fiatalok, hogy úgy mondja. Hát már egy más világban nőnek fel ez a digitális világ, ez nem ezekről a tárgyakról szól. Középkori jellegű olló, amit megmutatnék, ez nagyon szép fazon. Akkor Dárdahegy köpűvel, van nyéltüskével is, tehát a különböző rögzítési módok, akkor egy tűzcsiholó. Ez is klasszikus forma, bár a méretéből adódóan ez nem a személyi hordott darab, hanem ez inkább ilyen tábori méret. Akkor vannak saját tervezési dolgok, de ezek is középkori mintákba nyúlnak vissza a díszítésük. Ez például egy viking díszítő elemekkel rendelkező sörnyitó. Az ózebergi leletben volt egy nagyon szép faragott kocsi, amin hasonló emberfej minták voltak. Bizonyos dolgokban, például egy szabja pengének a formáját, meg a geometriáját, azt jó, ha az ember utána néz, leletek alapján, vagy múzeumi kutatásokban kell kicsit elmerülni. A kiállított középkori tárgyak mellett a Kovács műhely is vonzotta a kíváncsi tekinteteket, ahol nyomon kísérhető volt, hogy egy darab vas milyen munkafolyamatok mentén válik használati tárgyá. Egy-két sátorral odébb egy másik mesterségbe nyerhettek betekintést kicsik és nagyok egyaránt. Dávid már 12 éve foglalkozik a fa megmunkálásával. Jelen pillanatban fakanalakat csinálok, meg is mutatom. Így lehet látni, hogy lassan alakul a kanálnak a formája. Lassan úgy érzem, hogy már szinte a fán kívül semmi nem érdekel, és ebben a modern világban jó, hogyha tudjuk egy szakmának az alapjait, a gyökereit. És én ezt szeretném a leendő fiatalságnak akár átadni, vagy megmutatni, vagy kedvet csinálni hozzá. A népi ruhák és az autentikus környezet mellett a magyar duda hangja is hozzásegített a kor hangulatának átéléséhez Újszkítiában. Előbb-utóbb összetalálkozik azzal az ember, ami úgy igazán megérinti. És akkor ott kezdtem el akkor egy kicsit jobban utána érdeklődni a Dudának. Elkezdtem megkeresni a lehetőséget, hogy hol lehet ilyen hangszeren tanulni. Többféle anyagból van. Van itt egy nagy bőrtömlő, kecskebőrből készült. Ez a bőrtömlő az, ami a Dudának a segítségére van. Hallani lehet, hogyha valaki dudazenét hall, hogy folyamatosan szól a zene, nem szakad meg, mikor a fúvó zenész levegőt vesz. Ez azért van, mert a nyelvsípos hangszer, tehát nyádnyelvű sípocskák szólalnak meg benne, de a sípokat nem közvetlenül a számból fújom, hanem ezt a bőrtömlőt töltöm tele, és akkor, amikor elfogyott a tüdőmből a levegő, és veszek egy új levegőt, akkor ebből a zsákból kipréselem, és akkor így folyamatosan szól a zene.
Ki ne ismerné a történetet, mikor a király elrendeli, hogy a királyságban minden rokkát égessenek el. Noregőig ez a rendelet nem jutott el, Margit néni 60 éves rokkáján készíti a gyapjúfonalat. 40 évig fönt volt a padláson, és akkor hoztam le, mikor a Szent László híd megépült Szekszárdon, és meghívtak oda egy ilyen korok, városok valami rendezvényre. És hogy valamit vigyek, hát elvittem a rokkát. És akkor hoztam le, úgyhogy 40 év után elkezdtem újra fonni. Ne tudjátok meg, hol előre ment a rokka, hol hátra. De egyszer se normálisan. Minden rokkához van 3 orsó. Akkor 2 főfonok, így ilyen vékony fonallal, akkor leteszem mellém egy-egy műanyag edénybe, és a 3. orsót fölteszem, és akkor a 2 is össze orsózom, és ebből lehet már kötni. A jurták, rúdsátrak és földkunyók között barangolók számára egy nap erejéig megelevenedett múltunk egy szeletkéje, amit a rendezvényen megjelent hagyományőrzők munkájukkal tovább örökítenek a jövő nemzedékének.